hajat nem tudtam befejezni. Egy hat országot átölelő civil szervezet, a Kézenfogva Testvéreinkkel Alapítvány. Ez a csoport már évek óta együttműködik a Huták Virágai Zemplénért Egyesülettel. Az együttes munka eredménye több közös fesztivál, könyvkiadás és most egy Petőfi szobor elkészítése. Egy félmilliós pályázatot nyertünk a Nemzeti Kulturális Alap keretein belül, és ez az alapítvány nagyon régi időkre nyúlik vissza, hiszen az egész indítatás a dalon, a népdalon, a kórus mozgalmon keresztül kezdődött. A szobor magyar földről, Sárospatakról az egykori Nagy Magyarország területre kerül hamarosan. Torda Szent Mihály Erdélyben, az Erdély rész déli részén helyezkedik el, és nem haladja meg a 30%-ot az összmagyar lakosság, és Zeng János polgármester úrral január 30-án, valamint szeretném megemlíteni a nevét, Dimény József nagytiszteletű unitárius lelkésznek is, akikkel egy olyan aláírást, illetve foganatosítottunk, amiben ennek a szobornak a köztére való elhelyezése meg fog történni. Az alkotást egy sárospataki fafaragó Sárosi Tibor készíti, akinek munkája látható Kőkapun, Pácinban vagy Bodrogkeresztúrban is. A művésznek körülbelül 25 éve nagy szerelme a fafaragás. Én Erdélyben jártam általános iskolába, és ott egyik rajztanárom, Lavota Géza festett, rajzolt, hozzájártam szakkörre, fafaragó szakkörre, aztán ott szerettem bele egy a faragásba. Petőfit nem is tudom, lehet, hogy csináltam, lehet, nem emlékszek rá. Örültem a munkának, ennek az volt ennek a figurának és a munkának a kikötése, hogy úgy kell Petőfit megfaragni, hogy nem mint hazafi jelenjen meg, inkább, és a Petőfi, mint költőt fogom megfaragni. A Petőfi szobor 2010 májusában kerül eredeti helyére, Torda Szent Mihályra.